A közeljövőben több innovatív gyógyszer lesz elérhető Szerbiában, amire idén 53 millió eurót fordítanak a költségvetésből, jelentette be a szerb elnök. Az egészségügyi intézményekről szólva elmondta, 50 év alatt nem építettek és újítottak fel annyi kórházat és klinikai központot, mint az elmúlt 7 évben. Imam jednu ekskluzivnu i važnu vez za sve ljude, posebno za one koji boluju od diabetesa, hepatitisa C, eventualno raka dojke ili raka debelog creva. Mi ove godine i još nekih drugih malignih oboljenja, dakle mi ove godine sada idemo sa novom listom inovativnih lekova i to, Boga mi, do sada sa najvećom sumom novca koju u to ulažemo, koja će biti za sve te bolesnike u potpunosti dostup. Az államfő kiemelte, a népességcsökkenés Szerbiában is gondot okoz. A tervek szerint teljesen ingyenessé tennék az óvodákat. Az országnak ez éves szinten 70 millió eurós kiadás lenne, viszont az intézkedés jelentős hatást gyakorolna a társadalom egészére, mondta Vučić. Hozzátette, az említett program már szeptemberben beindulhatna, de még döntés nem született. Rekao bih i bolji socijalni pristup, istovremeno da roditeljima u mnogome olakšamo i da kada razmišljaju o drugom, trećem, četvrtom i petom detetu, znaju da ih to neće koštati novo obdanište, već da će moći samo da pošalju dete u obdanište, da država preuzme svu brigu na sebe. A szerb elnök hangsúlyozta, a fizetések és a nyugdíjak tovább emelkednek az országban, az átlagfizetés 4 év múlva elérheti akár az 1000 eurót is, tette hozzá Vučić. Az interjúban szó esett a munkaerő hiányról is. Szerbiában leginkább szakmunkásokra lenne szükség.